Petik, én bajba vagyok. Bassza Nem tudod, mivel gyere? Nem tudom, mivel jöjjek. Nekem teljesen mindegy. Addig beszélek a borról. A bornak a történetéről. Vagyis nem a bornak úgy általánosságban, hanem annak, amit én vettem. Mi az? Nem volt olyan áfonyás bor, amit annyira imádok. Annyira szomorú is voltam akkor amúgy. Na bazd meg. Majdnem sírva is fakadtam. Érted? Hát ezt el tudom képzelni. Azt így láttam egy hasonló árban lévő bort, sajnos az se áfonyás volt, más márka, és mi volt? Cseresznyés, azt is szokottam, most ez is egész jó. Szóval, ha nem lesz olyan áfonyás, akkor ilyet veszek. Na. Ez már így eldőlt. Én megkitaláltam, mivel jövök. Na, remek. Amíg én elmondtam ezt a fantasztikus sztorit addig. Ezt a roppant érdek feszítő történetet. Tudtam, hogy érdekel, azért gondoltam, hogy elmondom. Hát mégis. Várja, megnézem, milyen grafikán játszunk. Ó, milyen menős ittkád van. De ma nem most kéne nézegetni, mert jönnek a gyökerek. Á, ultra minden, nagyon jó, úristen. Helyes. Seppélyes tönkelegek, úristen. Na, milyen érzés, hogy végre fut a KF a gépeden rendesen. Úristen, egy kicsit a faszom is feláll, Petikém. Elmondom neked az őszintét. Viszont az már baj. Miért kell rontani az örömömet? Én örülök, hogy örülsz, csak ne így örülj. Csak ne ennyire, mi? Ne, igen! Azért kéne egy kis hangerő a játékra is, meg a zenére is, bassza meg. A nézésem, mint az egyen játszaná. Azzal is lehetne egyet így izélni, retrózni. Az meg lehet első indulna. Ja, már igen. Már túlulja a gép. Azaz. Mondjuk nekünk tudod, mit lehetne érdemes kipróbálni? Szóval van ez a Back 4 Blood, ez a Left 4 Dead-nek a... Ja, igen. Az is valami hasonló, hogy nekünk való, tudod? Ja. Left 4 Dead-et is megvettem, aztán játszottunk Martinnal. Két órát. Ennyi. Ennyire megfogott minket. Hát, annyira jönnek a zombik, hogy már a helyes szintű, tehát már nem az a KF-es. Itt azért meg lehet fontolni, hogy a stratégiát, meg mit ott az van, hogy özönlenek. Folynak minden irányból. Itt azért lehet kicsit taktikázni. Ja, hát meg ott teljesen fogynak. Ott van egy küldetés, amit csinálj meg, de és közben egyfolytában jönnek az arcodba. Igen. Na mi legyen? Ajjaj, nem is tudom, hogy eladjam, feltöltsem, vagy... Eladom, veszek egy ilyet. Én egyelőre nem veszek semmit. És így. Jó kis bulba. Ajj, adok neked egy koronavírus elleni védőoltást. Milyen, engem nekem nem kell, én már be vagyok oltva. Ha látsz ambót, nekem kell. Jó van. Úristen, very big. Hogy melózol jövő héten, Petikém? Délután. Na, hát ez szopás. Itt jönnek. Hát jó, már az is szopás, hogy dolgozni kell, érted? Tehát arra jön, hogy ez az a játék, amire nem lehet azt mondani, hogy agresszív lesz tőle az ember, mert igazából itt mi vagyunk a hősök, és megöljük a gonosz szörnyeket. Hát így van, megmentjük a kibaszott világot. Ja, szóval tök jó arcok vagyunk, hogy szarrá lőjük a szörnyeket. Jó, kifogytam teljesen. Na, ennyi. Megvagyunk. Ideje volt.
Nekem sincs sok. Van egy tárom a gépfegyverrel, a pisztolyt meg teljesen ellőttem. Igen, hogy az elején érdemes csak a pisztolyt használni. Igen, hát később úgyse fogod. Meg úgyis a dob az úgyis ad hozzá töltényt, szóval úgyis föltöltöd. Jaj, ú, bazd meg, leugrottam egy szintet. Ja, de jó tettem, nem jó ja, tettem. Nem, igen, itt én, ezen már mentem ezen a pályán, már emlékszem Martinnal, ezen én is beszoptam pont itt, és pont nem is volt már időm vissza, nem tudom, hogy lesz-e időd még. Hát reméljük, mert hanem akkor magamhoz nyúlok, az biztos. Hát, ha már úgyis felállt. Hát, ez meg a másik. Meg tudod, csak hogy menjen az idő. Ennyi. Hát, itt vagyok. Jó, ez az pont esem. Tudtam venni lőszert. Na, zsíkel. Amúgy adok pénzt, ha kell, mert... Nem. Jó. Helyes! Nem is akartam adni. Hoppá, hullám közeledik. De az én hullám hogy tudna ide közeledni? Védjük területet? Elvédhetjük, mindegy. Ha egy kis ideig ott vagyunk, már akkor is kapunk egy kis plusz pénzt. Azt hiszem úgy működik. Ja, tehát a terület... Megveszem az izét. Kibernetikus pánkot pénzért. Na, lehet. Én is egyaltam rajta. Nekem tetszik eleve az a világ, az nagyon ez a synthwave stílus, amit én amúgy is szeretek a zenébe is, meg innen. Tehát ez nagyon futurisztik, meg minden. Ja. Ez a nagy alok, hogy megvegyem. Várok egy jó leértékelés, megmondom őszintén. Én is arra akarok várni. 60 eurót nem ér meg. 30 az lehet, mert annyi játékidő azért van benne, hogy... Igen. Hogy mi ez a rohadt nagy sebzés? Meghaltam, de mitől? Nem, nem! Miért haltam meg? Nem tudom. Lehet én is meghalok. Töltsd már újra gyorsan. Rohadj meg. Nézed a hátamat, hogy jönne valami? Nézem. Föl kéne healenlem magam. A szirén úgy elkezdett sebezni, de nem engem is az valamit, valami. Valamit variáltak rajta megint. Martinus mindig így jövünk rá, hogy variálnak valamit, nehezítenek, hogy hirtelen az egyikünk meghal valamitől, amitől eddig nem. Nagy vérfröccsönést láttam a testeden keresztül, mondom, bazeg mindjárt te is meghalsz. De aztán láttam, hogy mi van. 10 HP-val menekültem el. Hát én láttam, hogy nagyon izé pixel volt. Nekem is a semmi múlott. Ja, ez a te fegyvered? Nem. Ja, te. Igen. Majd visszaadom. Bulba. Kipróbáltam. Jó, van nyugodtan. Csak nem tudom nálad miért lila a zöld skin. Mert nekem az a skin van beállítva. Ja, értem. Addig értem átfesti saját magát, igen. Aha. De amúgy jó lenne, ha maradna az úgy feelingesebb lenne. Azért mondtam írtani, hogy nem. Hát az enyém az zöld, tudod. Nézem, annak bulba, akkor biztos az enyém. De jó! Láttad a sötét ajtóból lőtt ki a szemét? Aha, láttam. Várj, állítok hangerőn, mert... Na így jó lesz. Na végre. Nice, Lidan. Hát ez a pálya nekem annyira nem adja, de... Ezen én még nem voltam, úgyhogy végül is. Hát eléggé kagyfaszos. Ne adom a fegyómat, akkor adjad már vissza. Visszaadom, jaj, mindjárt ott vagyok. Mert anyu is mondta, hogy gyanús vagy mindig, mikor átjössz, mert mindig szétnézel, hogy...
Láttalak nagy fahordások közben, nem tudom a dudát neked. Jaj, láttalak. Csak tele volt a kezem. Nem bírtam integetni. Fával. Igen. Pontosan. Mit vegyek? Úristen. Vajon mit vegyek? Én tudnék venni Kalasnyikovot. Jó az a Kalasnyikov? Nem rossz, de az MKB rifle meg még jobb. És megint nincs ammom. Tök jó, mi? Adsz egy kis életerőt? Így van. Nekem is alig maradt manim. Aha, most jön a kedvenc zeném. Erre szét kell aprít csak mindent. Várj, adok le hangot. Jó, gyorsan adj rá hangot, mert jönnek. Adtam rá. Valamerre induljunk meg, mert be fogunk szorulni. Oké. Ó, itt vagyok, mert a rohadt tüzes mellett. Lépcsőn menjünk fel mögöttünk. Rohadt szirén! Nekem sincs sok töltényem amúgy, szóval majd... Sporolunk. Igen, sporolunk. Fejre kell menni aztán... Sporolósan. Itt vagy még mögöttem? Jó. Itt vagyok, fedeztek. Mögött, elmenjünk, induljunk meg. Jaj, már rossz, másik irányba mentem, de majd összefutunk. Jó. Meg lesz ez. Kézitusa. Na, még már nincsenek sokan. Már nincs, nincs. Meg lesz ez. Ezt már kis késéssel lehet nyomni, nem valami komoly. Ja. Durr, milyen fejes volt, de jó Isten. Just doing what I must. Na itt van az utcsó kettő. Bár egy pók rád ment. Dagit lelőttem. Meghalt. Ja, kört nem is néztem, mennyit indítottál. Most látom 10. Mikor... Hát ő mindig annyit. Igen, annyit szoktunk általában, ja. Anyone at death's dark door? Alors, you need ammo. That's a hit. Beoltalak egy ilyen Sputnik V-vel, mit szólsz? Tökéletes. Bár azt se tudom, mi van benne. Na, aggódj én se. Na, meg is nyugodtam. Ugye? Ezt akartam hallani. Tudtam én. Na, ez helyen olyan, mint a Biotix lap, az néz ki ennek hasonlóan. A mokel, vagy elvihetem? Elviheted. Kövit elviheted majd. I'm risking my life and skills. Nothing they all stopped, ammo wise. Tudod, mit nyomattam az Xboxon? Na. Dead Island-et. Ezt már rég nem nyomtad. Egyáltalán nem nyomtam. Az elején elakadtam, de most sikerült túljutnom rajta. Ja nem, én másikra gondoltam. Ja igen, már tudom. Ja. A zombis tudod. Igen, az a szigetes. Aha. Ugye, a scope-ba kéne nyomni, azt lehet úgy is, elvileg. Ja, lehet. Mögöttünk is jönnek. Na jó, kalibert kell váltani. Lumák, cover me. A szirénekre nagyon rá kell másznunk, mert az kinyír, ha közel jön.
Molnár Krisztián. Azaz. Ez a kör eddig laza. Ez most eléggé. Kellett ezt mondanom, mi? Miért? Nem hallottad, hogy mi jön? Nem. Az a baj, hogy elindítottam egy másik playlistet, és most gyakorlatilag a szovjet himnusz olyan hangerővel üvölt a fülembe, hogy semmit nem marok a játékból. Ja, ez valami nagy dög jön. Hát nem baj az. Jön a dögvész. Adok életet. Megbasszuk, figyelj ide. Vele még várjunk. A kicsiket szedjük le szerintem. Ő ki az? Én nem láttam egy, még. Egy fűrészes. Naaa. No. Ezért csak megkínálom ilyen krumplival. Akkor csináljuk. Én is adtam neki kettő krumplit. Nem ennyi. Volt olyan nagy duranás. Szó szerint. Jó. Na ennyi. Húha, hújúj. Itt lehet, nem kéne leesni, nem? Leestem. Meg se sérültem, semmi. Meg elfutni se kell, sokat itt van, úgyis. Smooth sailing so far, but let's not get all sloppy. Let's talk, more focus. Time's almost up. Wait. Time's up. Most azt játszuk, hogy Borsodban vagy, én meg megkérdezem, hogy mennyi az idő a telefonodon. Nem tetszik ez a játék. Még nem. Júj! Júj, júj! Ez nem olyan vicces. Jó kis M4. Ez a legjobb fegyver. Gránátvető, elég erős, tök gyorsan lő. Pontosan is. De kinéz össze még mindig az MKB, vagyis hát a... Uha! Lőtt! Valami... Hogy rohadt pókok! Beestem! Ja, most meg engem erőszakolj seggbe. Menj már innen, hagyd békén. Jó, kinyúvat! Na, én azt tudom, merre vagyok, baszki. Úgy leestem. Ez veszélyes ez a pálya. Krisztián! Én jó volt mindenki. Na, végére csak egymásra találtunk. Az egész úgy nézett ki, te leestél és kerested a visszautat, én meg megöltet, és na mindegyet. Nem, gyilkoláztam. De ez a szétválás, de...
Hát ez nagyon random volt. Én ezt szeretem, hogy a KF-be pont ezt. Valami miatt szét kell válni, tehát megint összefutunk, meg mit tudom én. Hát fullra, á nem töltöm magam fullra. Annyit mindig hagyni szoktam, hogy egy ládát föl tudjak venni. Így. Tessék, kis szuri. Ó, oh, nagyon jó. Álljadok én is. Pisztolyra nincs ez skined? Kis pisztoly. Nincs. Vagy jó, de várjál, van csak annyira okádék, hogy jobb az eredeti. Ja. Most ott ezt van egy ilyen fekete, zöld írásos ló. Ja, azt vágom, igen. Az ilyen elég olcsó, azért van meg. Azt hiszem, az talán nekem is megvan. Ja, nekem is. De én ezt a izét használom, ezt a Horizonos cuccot. Mert passzol a ruhához. Már forzásod, vagy melyiket? Ja, igen, forzásod. Mögötted. Gondoltam, rád nézek a bifolyikat, azt látom a seggedet éppen itt püfölik. Azt hittem, püfölik. Hogy mögöttem, te is írtod őket, tudod. Írtottam, csak nem pont úgy ott mögötted. hanem máshol mögötted. Na jó, ez egyre bizalomgerjesztőbb. Húrva annyi hatást tanítottak no. Rá ott. Egy gyors első segély. Aj, mi üt? Pók geci. Pók ember. Mögötted, vigyázz, Dagi. Jön egy flash geci. Szirén, rohagy! Nem már! Jó! Jó van! Jó vagyunk! El is volt a muníció. Igen, még maradt. Úgy, ahogy. Yeah, not bad. Let's get you sword. Oh, your arm will seem better on days. That's a hint, vous savez. Na, furra töltöm magam. Kelleni fog. Na, mindig fegyverem üres, lehet nem ártan újra tárazni. Sajnos is azt csinálom. Induljunk meg, mert egy elég szűkös plac. Ja. Várj, merre mentél? Ja, ott vagy. Jó. Fönt. Na, most hallom, hogy jön valami. Na. Ott van fűrész bácsi. Ó, oh, kis fűrész, vagy fűrész, kis flashpoundok.
Azt kéne már csak lenne ilyen kis fűrészes is. Ja. És az ilyen kis izével jönne, ilyen kis kézi fűrészsel. Mindig azt veszem észre, hogy valami üt, és rájövök, hogy csak pók, mert a lábam alá nem nézek. Mert egyébként mindent kinyírok magam körül. Valahol topog a fűrészes, nem tudom. Hallom a lépteit. Lehet az ajtód előtt van. Na bazd meg. Várj, itt jön. Volt. Ennyi. Na, veszek egy kalasnyikovot mégiscsak. Én meg szerintem... váltok egy kasztot, mert pont elég pénzem van, hogy... hogy megtegyem. Aha! Petikém, te vagy maga az üzleti érzék. Ja, van életed? Oj. A pixelt feltöltjük. Ja, ez már jó indul. Mi a picsa? Oj, ez nem jó, ez nagyon nem jó, nem kéne ide beszorulni. Tölts már újra! Jó, most elmenekültem, 30 életem van. És ez nem valami sok. Én is, nekem 36. Az se jó. Most csak ilyen bosszok jöttek. Várj, itt egyesülünk. Tikém, hol vagy? Merre vagy? Várj, inkább megyek. Mozgásba kell lenni egyfolytában, ez így nem jó. De ahogy látom, leráztam őket nagyjából. De jó neked. Megkereslek addig. Á, itt vagy a környékem. Megyek. Menj! Fuss! De jó, nekem is újra kell töltenem. Ó, oh, bassza meg. Szar ez az AK. Sokszor kell újra tölteni, és sokáig tart. De jó, hogy ez a rohadék jön utánam. Jó, meghalt, ennyi. Alig volt már élete. Te egy tized másodperc előbb nyírjuk ki, akkor nem halsz meg. Igen. 35, az már csak meg lesz. Ó! Oh. Get
Robotot utálom a legjobban, annyira idegesítő. Amúgy igen, olyan semmilyen egy a sok mutáns között. Igen. Valahogy azt nem találták el, nagyon nem. Én kivettem volna, már úgy csak az én is. Beleraktuk, és bocsi, hogy beleraktuk, inkább szedjük ki. Hát jó. Még a két kardosat megértem, de az is olyan kreatív talam. Ennyire a fűrészesnek is adnak még egy kardot. És... Egy gránátot basszál már nekik oda, hogy nincs. Van kettő, de ez ilyen tüzes, ez nem robban, ez csak kicsit sebez. Mindjárt újra töltöm a nagy puskát, aztán azzal adok ja, nekik. Mert a tűzköpő. Igen, most váltottam. Jön a fűrészes? Ja, jön, persze, hogy jön. Ott van fönn lőszer. Vaj, újra töltök? Mint olyanok vagyunk most, mint a zombi apokalipszisos angol végjátékban. Tölts újra jobb felül. Ja. Baszki, milyen jó volt, hogy izé enged be a gonosz, mi? Ja, az marha jó film. Nagy fasság. Ja. Megnéztem közben izét, az Exorcistet, az ördögűzőt. Na, jó volt? Hát baszki amúgy, ahhoz képest, hogy 79-es a film, kurva jó. Tehát nem úgy kell nézni, hogy ez most mi, hanem hogy ez akkor mi volt. De azért, figyelj ide, ott van a szeren. Ahhoz képest, hogy akkoriban a többi film hogy nézett ki, meg milyen megoldásokat használtak. Ez nagyon ott van. Én azt kell, hogy mondjam. Petikém, az az igazság. Na, az a lényeg. Hát így van. Mi menő skined van, Dick? Mi melyikre? Erre? Ez alapból ilyen, az a tüzesnek a fegyvere. Ez ilyen tüzes gránátot lő. Neked is pontosan ugyanígy néz ki. Hát ez nem semmi, bassz meg. Utolsó? Ja nem, majd ezután jön a boss, ugye? Ja. Ja. Dead. Oh. Mögöttünk. Ja, újra töltöttem. Na jön egy fűrészes. Ki csináljuk? Ki hát? Mellé lőttem a gránátot, jó mi? Hát el kéne húzni engem, nagyon püfölnek. Várj, látok egy ládát. Én meg kettőt. Ha, azt akkor mi van? Ha. Semmi. De én föl is vettem. Mindenkit. Nem csak láttam. Tamába a faszom, Petikém. Most mi az, hogy ezért osztozkodjál fele barátaid, tehát hol van itt az osztozkodás maga? Tösvéri szeretet. Persze, hogy ki van fogyva mindenem. Nekem is. Egy valami van tele, az is a faszom érte, tehát abban most sem jutunk előbrébb. Pedig az kifogyhatna, mi? Így van. Na bazd meg, hát ki halt meg, megint találj egyet. Hágeci. Ez olyan, mint hogy az németek, hogy Oroszországba szopni járunk mi ide, bazd. Mi kezdesz fáradni? Vagy sok a sör? Nem, megmondom őszintén, szar ez a pálya. Ez az igazság. Sem fog köntőt falazni. Ebben az egész a macskás csoport, ez kurva jó. Hogy ül itt a széken a macska? Ja, az nagyon jó, azt láttam azt a képet, igen. Igen, ez kurva jó. Na ez a, az kifi fegyver kurva jó a flash ellen. De amúgy ezek a mikrohullámok, gecik, ezek a olyan szörnyek ellen, mint a Screamer, Flashbound, amikor ilyen vas van, azok ellen erősebb. Ez valami KFS tipp írta.
Hogy mit, hogy? Az ilyen mikrohullámú fegyverek. A sikoly meg a flashpound ellen jó, mert azokon vas van. Aztán azokat jobban sebzi. Valami KFS tipp írta ezt a információt. De ez tök jó, hogy gondoltak erre a fizikai dolgokra. Igen, igen. Képzeld el, Petikém, egyszer voltam egyszer együtt egy csajjal. És akkor letoltam a drágomat, akkor kérdezte, hogy ne haragudjak, de ő nem tudta, hogy én jezsuita vagyok. Mondtam, hogy nem, én római katolikus vagyok, ez csak természetes kopás. Hát, baszd meg! Nagyon jó. Hallott? Ő is ezt mondta. Így meg főleg jó, hogy én itt a halál küszöbén harcolok. Igen. És mondtad neked. Meg gondolkoztam az utóbbi időszakban. Igen. És úgy gondoltam, 16 tonna fekete szél remix. Gondolkoztam az utóbbi időszakban, és úgy gondoltam, befizetek egy reinkarnációs kezelésre. Végül is egyszer élünk. Hát bazd meg. Bring up the trading controls and upgrade your gear. Itt vegyek, Petikém, mély levegőt. Kemáni, adok pénzt, tessék! Ó, oh, de már rég, állj le! Na, én megvettem, ami kell. Én már jó vagyok. Szép és jó. Á, tudsz még adni pénzt? Nem, nullán vagyok. Nincs kéne, sombó. Bazd itt meg! Várjál, vettem föl, jó, van jó. Valamennyi. Megveszed a bazzó fegyvereket töltény nélkül. Nem, jó lesz, jók leszünk. Készülj, hogy te fogsz többet akciózni. Á, jó, ez kismis lesz. Ez béna. Ez csak sokat kell belelőni. Az ére szóltam lesz, mert nekem sokat töltényem. Okay. Meg, hallod, ez nekem jó, mert ezen fém van. Most beszéltem erről, pont. Ja, van egy láda. Jó, főveszem. Vettem ilyen stonert, ebben van skuló rendesen. Jó. Ja. Meg most a kis szörnyek is, ezek a gyenge flashek lesznek. Itt jók leszünk egyébként, mert itt a fal mögé elbírunk bújni, mert lézerezik néha a flash, tudod? Ez a vigyázni kell. Nem áll. Nagyon sebez. Bazd meg. Na bazd meg. Nem bírtam healelni. Figyeld, mindjárt én döglök meg következőnek. Nem, ezt megnyered. Meg kell nyerned. Ah. Ez egy nagyon szép illúzió volt, de én éreztem, hogy megdöglök. Én is egyébként. Ezt megmondom őszintén, ez kurva szar ez a pálya. Hú, bazd meg. És kaptam egy fos skint. Hó, én is egy fos skint a 9 mm-es fegyveremre. Nagyon jó. Mi ez? Barnwich Town, ezen még én sem mentem szerintem. Micsoda? Ez a nézd, amit erre szavaztam. Ezen én sem.